Csúszdázó gyerekek a Harkányi fürdőben az új létesítmény átadásán májusban 16 méter magas ötpályás csúszdaparkkal gazdagodott a város. A fürdő belátogatott először Kósa Lajos kedden Baranyai látogatásán. Ez a fürdő, ez nagyon impozáns. Minden részét megnéztem, azt is, amit nem szoktak megnézni, vagy megmutatni a vendégnek, mondjuk a gépészeti tereket, a régit is, meg az újat is. Nagyon jó munkát végeztek, amennyire meg tudom állapítani. És hát Harkány egy kis ékszerdoboz, nyugodtan mondhatom, itt a Dunántúlon. Óriási, a méretéhez képest óriási vendégforgalom, úgyhogy le a kalappal. Gratulálok a polgármester úrnak is, a közösségnek is. Ezt így kell csinálni, Harkány egy virágzó város. Debrecen országgyűlési képviselője fórumot tartott Harkányban. Beszélt az EU-s választások tétjéről is. Háború vagy béke? Ha valaki a Fideszre szavaz, akkor a békére szavaz, akkor mi nem vonulunk be a háborúba, abból mindenképp kimaradunk. Ellenkező esetben könnyű, nagy a veszély annak, hogy háborúba sodródunk, mert a NATO, mert az európai államok vezetői egyfajta háborús lázban égnek, és olyan dolgokat mondanak, amit végig sem merünk gondolni, mert egyszerre mondják azt, hogy nem szabad az oroszokkal fegyveres konfliktusba kerülni, de az oroszoknak ellen kell állni, és nem szabad, hogy az oroszok győzzenek Ukrajnába. Most a kettő együtt nem fog menni, mert szemben láthatólag az ukránok nem tudják a harctéren ezt az eredményt kierőszakolni. Tehát ezt valamilyen módon fel kéne oldani, és ennek az egyetlen feloldása a háború, ami rettenet, ami szörnyűség, ezért annak ellen kell állni. Ezért mondjuk béke, 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 azonnal tűzszünet és tárgyalások. A kötelező európai sorozás bevezetése pedig elképesztő a politikus szerint. Ráadásul német ötletről van szó, amiről nincsenek jó történelmi tapasztalataink, mondta ezzel kapcsolatban Kósa Lajos. Nagyon rosszul hangzik ez egy német politikus szájából. Ilyen már volt, hogy a németek vezényelték a magyar katonaságot Voronyezsnél, de az nem jött be, ha jól emlékszem, hanem abban rengeteg magyar meghalt, több mint 1 millió magyar áldozat, és hát a németeknek sem sikerült, ha jól értem. Úgyhogy a helyzet az, hogy a legrosszabb, hogyha a németek szájba hangzik, A1, A2, magyarok, Magyarország majd eldönti, hogy egyébként a védelmét hogyan szervezi meg sorkatonasággal, profi katonasággal, önkéntes haderő kiképzéssel. Itt nincsen napirenden egyáltalán semmifajta sorkatonaság, tehát ezt a Manfred Weber szájából hallani, ez maga a rettenet. Éppen ezért a Fidesz jelöltjeire kell szavazni június 9-én az EU parlamenti választáson, hogy ne keveredjünk háborúba és ne vigyék harctérre a magyar fiatalokat. Az önkormányzati választáson szintén a Fidesz polgármester jelöltjét és képviselő jelöltjeit ajánlotta a politikus. Ők azok, akik rendbe hozták és rendben is tudják tartani Harkány ügyeit, fejlődését Kósa Lajos szerint.